Kerületszerte rendezvényeken emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról január 22-én, valamint az azt megelőző és követő napokban. Ez a nap arra hivatott, hogy felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Azt gondolom, hogy a kulturális intézményeknek nem csak ezen a napon, hanem általában reprezentálniuk kell a magyar kultúrát, amiben egyébként nagyon sok minden beletartozik. Ott kezdjük, hogy maga a magyar nyelv, ami a kultúra legfőbb közvetítője, de beletartozik az építészet, beletartozik a népzene, a klasszikus zene, irodalom, vers, bármi, ami egyébként mi hozzánk magyarokhoz köthető. A Kondor Béla Közösségi Házban Latinovics Zoltán emlékesten vehettek részt az érdeklődők. Életének 45. évében hosszantartó betegség után tragikus körülmények között tegnap meghalt Latinovics Zoltán, érdemes művész. Az ünnepi előadás szereplői Hol Zsuzsa és Molnár Csaba színművészek, valamint Rutka Róbert zenész, zeneszerző voltak. Igen, így legyen, és elveszed, mert ország miért legyen. Legyen végtelen, minden perc, minden pillanat felé. Ezen az estén Latinovics Zoltánhoz, az egész életén át küszködő, harcoló és gyötrődő művészhez próbáltak közelebb kerülni az előadók. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán dalával volt tele. Most is hallom egy dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Mindezt elsősorban írásaink keresztül igyekeztek megtenni, felhasználva a Színész király, Kötszurkáló és a Verset mondok című köteteit, valamint az édesanyjához írt leveleit és néhány hozzá közel álló ember, Rutkai Éva, Dajka Margit és Cserhalmi György visszaemlékezéseit. Az előadás előtt Szaniszló Sándor polgármester köszöntötte a nagyszámú közönséget. Nagyon örülök és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen nagy tömegben leszünk kíváncsiak erre a szép rendezvényre, amivel a magyar kultúra előtt tisztelg a 18. kerületi önkormányzat és a Kondor Művelődési Ház. Ugye tudjuk, hogy a magyar kultúra napjáról szinte mindenkinek elsősorban a himnusz születésnapi jut eszébe. Ugye a himnusz az ajándéka a magyar népnek, amely most már hosszabb ideje, mondhatjuk akár, hogy a Biblia után a legfontosabb összekötő kapocs, amely nem szétválaszt, hanem összeköt mindenkit, nem csak Magyarországon, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világban is. Az irodalmi est nagy sikert aratott a visszaemlékezéseket érzékletesen előadó színészeknek, valamint Rutka Róbert gitárjátékának és énekének köszönhetően. Az est legmegfelelőbb perceit a színészpár megismerkedésének története jelentette Hol Zsuzsa előadásában. A műsor végén így méltán aratott sikert a három fellépő művész.